Elkészült a 100 kötetesre tervezett Székely Könyvtár utolsó 5 kötete is. A Hargita kiadó és korábbi főszerkesztője Ferences István költő által megálmodott sorozat 10 éve készül, évente 2 alkalommal 5-5 kötet jelent meg. A befejezett sorozathoz plusz egy kiadványt is nyomtak, ebben Siklódi Ferenc ex-librisei láthatóak. Aki csak ezen a 100 könyvön végigrágja magát, az azt hiszem már maradt valamivel. Nem csak folyóméterben, fizikai terjedelemben hatalmas a Székely Könyvtár, de a Székely történelmet átívelő évszázadokat tekintve is tekintélyesnek mondható. Hangsúlyozta a sorozatot ismertető könyvbemutatón a Hargita kiadó főszerkesztője. Az volt ugye már a koncepció, hogy a székely írásbeliség bő 400 évéből merítve egy releváns képet alkotni, hogy miben is áll a székely írott kultúra, a székely irodalom, a székely népköltészet, a székely történetírás, és akkor ebből állt össze egy 100 kötetes kiskönyvtár. A Székely Könyvtár első kötete Bethlen Gábor leveleit tartalmazza 1575-ből, míg az utolsó a kortárs egyedemese verseit tárja az olvasó elé. Így a Székely Könyvtár több mint 450 évet ölel át. 2012 elején kezdődött el az egész történet, és akkor ugye már az első 5-ös minisorozatban benne volt Bözödinek a Székely bánya, amiben azt olvashattuk, hogy a székelység olyan, amilyen, de csak magára számíthat, és ez az évek folyamán, a 10 év folyamán meggyőződésem mi vált, hogy tényleg csak magunkra számíthatunk, és hogyha ez a helyzet, akkor tényleg érdemes volt megcsinálni ezt a 100 kötetet. A kiadványok mindenikihez tartozik egy Siklódi Ferenc grafikus által készített ex libris is, ezek összegyűjtve is megjelentek a sorozat 101. kötetében. Ismerjük. Na hát,